Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk az Arabound-nak a demója. Ez Steamen ingyenesen elérhető. A játékból, mint látszik, ilyen pre-alpha verzió van, és ahogy látom, nagyjából ez ilyen single kaland lesz. Illetve bal fent van egy multiplayer opció, de ugye elvileg még dolgoznak rajta. Egy ilyen törpöcskét kell alakítanunk, bányásznunk kell. Úgyhogy amondó vagyok, vágjunk is bele a kalandba. Nem tudom, milyen lesz. Egy-egy ilyen részletet láttam belőle, úgy voltam vele, hogy jó pofa. Ha van random, van custom, és van a demo világ. Enemies be, sandbox mód ki. Sandbox módba minden unlockolva, relatív olyan, mint a Minecraftban volt a teljes, hogy hozzáférsz mindenhez. Nem tudom, hogy az mi. Most kicsit állítgattam a felvétel minőségén, úgyhogy elviekben sokkal jobb lesz. Reméljük. Ne. Két menüpontunk is van most az OBS-be, egy a renderlen miatt nem fogadott képkockák, ami 3-on áll. A kihagyott kockák kódolásilag miatt szintén, de amúgy 0,0%. Közben itt látjuk, ilyen kicsit a rajzos a videó. Hát most ilyen sok idő lesz legenerálni, az úgy vicces lesz, remélem mindjárt lepörög. 30 frame rate-ünk van. Jó, lehet, hogy most egy kicsit rátoljuk a gép teljesítményét. Ebben a macskák a háttérben megőrültek. Úgyhogy lehet, hogy nem árt neki. Ja. Na nézzük, 20 FPS-ök van. Most már 40. Jó, hogy itt vagyunk fönn. Jó, akkor volt itt a beállításokban egy olyan, hogy videó, felbontás, mert minden ultrán van amúgy. Legyen automata. Ugye 60 FPS meg lesz, és nyomunk is egy szávegámét. Save game. First. Look. És sávázzuk is. Na nézzük, így már jobban állunk. Így a felbontásokat lejjebb vett egyes dolgoknál. Nem tudom, mit csinálunk. Ez ilyen Fortnite-osan ki kell ugrani, vagy mi? Lefél számunk nincs meg a 60. Lehet lejjebb veszük a ott. Baloldalt ilyenkor van egy ilyen zöld csík. Orrabó. Jó, ki tudunk ugrani? Nem tudunk kiugrani. Jó. Futni se tudunk. Nem tudom, mire számítsunk egyelőre a játékban, mert elviekben aha, ez lesz a terület, ahol megyünk. Talán az a szikla nekünk kell. Két ágyú, két oldalt. Az mind a kettő ilyen ágyú. Lapátolja a bástya ezzel a szemet, jó dolgozzá, lenne zuhanjunk. Megálltunk? Valami van fölöttünk, vagy lehet. Jó, ja, azt a... De most leszállunk. Oké. Okay. Szerintem lejjebb húzzuk ezeket a minőségeket útráról, mert 30-50 mindennek nevezhető, de útra kompatibilisnek nem hiszem. Jó. Motion blur 4-esen van, legyen 1-esen. Hát így sérjük el a 60-at. Jó, hát valószínűleg kicsit nagyobb gép kell neki. Írja, hogy hagyd el a Dwarven Airship-et. Azaz ezt ugorjunk ki, mert más nem ki tudunk. Yeah! És ők el is mennek.
És Bildehammerünk van. Jó, mi van, ha ledobjuk nullára a grafikát? Amúgy egy kicsit itt szórakozunk ezekkel már. Vagy azt mondom autó helyett, hogy lehúzzuk így a felbontást a felére. A látótávot megküldjük. Tanti alasingot. Árnyékokat lehúzhatjuk, hát itt nincs árnyék, akkor médium. Post processing, az utófeldolgozások, azt lejjebb húzzuk. Effekt. Low. Na, talpra állunk, nem állunk. Előbb 58 FPS-ünk volt, most 37 lett. Na, akkor legyen effekt, nekem úgy is jó. Jó, mindegy. Már közben el is felment. Így, 71. Csak azért, mert a játékokat úgy tervezik, hogy legyen meg a 60 FPS-et, különben csipi-csipi van. Így kapcsoljuk ki. A motion blur? Igen. Jó. Na, most már nem vagyunk annyira szépek, cserébe gyorsak vagyunk. Oké. Tudunk ugrani. Még inkább futni. Hú, az inventory alta menü azt írja. Van egy hit potionünk, egy kardunk. Egy torcsunk, egy flareünk, egy beaconünk és egy tetherünk. És bal fönt az, nem tudom, az életünk becsökkent le 8-at. Stone interaktálhatunk, elvel begyűjtjük. Ja, begyűjtöttük egy követ. Begin the journey, King Quest board, accomplish the King Quest, become a strongest dwarf. Azaz, váljunk a legerősebb törpé, a király küldetése. In the greens, 20 wood, 20 kő. Építsük. De hogy egy ilyet le kell rakni, oké. Vannak nálunk alapanyagok, vagy mi? Azt mondom, hogy place. Vágom. Nem engedi. Open deposit. És vagy sikkel neki, vagy még kicsik vagyunk hozzá, vagy erre rakható rá. Ancient stone. Jó, jobb gombbal elzárjuk ezt, jól gondoltam. E. Három királyság, három testvér, három király, igen. Kalandok. You are tasked with seeking out three ancient relics of the Dwarven kind. Három ősi relikviát kell megkeresnünk, gondolom. Long ago his landfill under our run's great kingdom, but his run's times it has slowly traveled away. Oké. Okay. Elgrod, Gilgrom és Ulgrimnak a köveit, az a légszereit, gyémántjait úgymond kell megkeresni, meg Gemsaddal kövek. Három királyi gemet. Recover the royal gems, their bright rights save them from falling into hands of our enemy. Helyreállítani a birodalmi uralkodói gyémántokat. És közben a macskák megőrültek a háttérbe. Itt zörög föl le a paca, mert rohangászik. Combinator into Master Room Road the Dragon Kings. Össze lehet kombinálni a három követ, majd gondolom. Bár lehet, hogy feliratozni fogom, lehet, hogy nem. Majd kiderül. Jó. Oké. Mushroomot begyűjtjük. A fát is begyűjtjük. Nem tudom ezt, hogy sikerül ilyen módokkal begyűjteni egyelőre. Ne felejtsd meg a prealfa, alfa, alfának az alfája, szóval nagyjából lókrumpli a felen. Már tudunk váltani, akkor tudunk. Aha, akkor Beard Hammers, ezzel tudunk építkezni. Ezzel tudunk harcolni. Torcs értelemszerűen fákja, van flare. Taken kompassz, hogy merre fele van a igen.
hogy ebben le tudjuk rakni. Oké. Ez jelzi, hogy lerakunk egy ilyet, gondolom, és akkor elfelé kell majd menni. Azaz, az már mind meg kell, lehet jelzőfény, na, beacon. Csak kimondom már. Amit lehet, akkor begyűjtögetünk, és nem tudom, hogy hova akarunk menni, mert ott írja, hogy kettes akármi, és a magasságunkat. Hát ugye bár itt dobtak ki minket, ahol a quest indul, de más semmi. Open deposit. Hát gondolom kéne egy csákány, nem? Hát tippem nincs, hogy éhesek tudunk-e lenni, bár ott van két értékünk is, ami százon van. Enemit még nem láttam, és nem is biztos, hogy annyira látni akarok. Bár akinél láttam ott ezt a játékot, ő már ott van enemi. Ő már elég előrébb haladt ezzel. Ó, már jönnek is vagánykodni. Jó, mind a kettő kapta halt, és bár mi is kaptuk egy kicsit, azért még a régi buddy adott volt, jó. Lenyúltuk. Másod nincs, ennél van még. Boarkaras. Oké. Le akarok jönni a hegyről egyébként, hogy egy kicsit síkabb felületen legyünk. Mert gondolom ezzel csak harcolni tudok még. Csak úgy simán elve bekollekteljük a dolgokat, gondolom biztos lesz értelme, vagy csákány, vagy valami. Oké, mínusz egy méteren vagyunk. De nem vagánykodó, gyere ide. Kapta halt. Jó, nincsen gomba, mivel pillanat alatt begyűjtünk mindent. Shift. Click full stack, half stack, single item. Ennyi. Nem volt külön gomba, mivel bármit lehetne. Most ő vagy ide lesz spavnolt, vagy ide rohant. Jó, hát itt szépen ki vannak csapkodva a lércek, ahogy látom. Bár ez arra mondta, hogy story map. Én gondolom, itt vannak dolgok. Ja, nem biztos, hogy elején be akarok menni. A Cooper Deposit 50 ezer. Van egy jó hangunk, hogy ugrálunk. Jó, hát ide tudunk csinálni bármi jót. Beard Hammer, X Switch Beard Mode. Így, és akkor egy ilyet le kell rakni, kell hozzá 20 fa, mert ő elviekben van. Így. Change board the compass. The board is central hub or quest and reward to explore this world. Ez lesz a tábla, ugyebár a központi a board, mint tábla, vagy felület, vagy fedéltet, vagy központi rész. A központi része a küldetésednek, és a jutalmaiddal felfedezni a felfedezéseid a világban, az itt lesz megadva, hogy milyen utalmakat meg társaik kapunk. Also a beacon you can locate using the beacon compass tool in your footbar, azaz ezt tudjuk használni rá, gondolom. Use the compass and use it to place beacons while exploring for your mind that lost in the deep caves. Akkor ebben le tudunk rakni olyan kis beacon compass-t, és akkor az jelzi, hogy az merre fele van, ezáltal hogy jutunk haza, hogyha a mélybe el akarnánk veszni, úgymond. Igen, és itt már is van egy törpike, hogy már nem vagyunk egyedül. Welcome. Aha, és akkor itt lehet begyűjteni aranyapat, egyéb dolgokat a questbe, de beginning a kezdet. Kell csinálnunk egy asztalt, meg upgrade-elni a station-t. De nincs meg station-unk, várjál már. Reward 250 coin. Vagy nem sorrendben vannak a küldik? Nem, mert ott már axe kell, stone pickaxe, iron ore. Meg ágy, meg blacksmith, meg oil, ordeal, az a kőnek a törője. Jó, hát
Van itt minden, mining. Ki kell bányászni rubint, vasat és szént, akkor orra szént, potion maker, ez kótikat kell gyártani, stamina, manna és healt. A healtünk fogy. Amúgy de elvileg van 3 healt potionunk, szóval nice. Akkor tudik deeper, ás mélyebbre küldetés. Electrum pickaxe. Erősebb rákánya az arzenálodban, használd, hogy mélyebbre tudj bányászni a sötétségbe. Az a betű az granite, aha, sötét granite-ba. G betű, annyira hülye van írva, és a blow them up, robbancs fel mindent. Ahhoz kell 100 darab ilyet csinálni, nice? Amikor a Steam Factory-ba Forge Meisteri kellene. Hát relatív ez egy átszerkesztett Minecraft, ha jobban tetszik. Annyiben a törpök miről híresek, hogy bányásznak, közben telik az idő a háttérbe és megy le a nap. Azaz hiába rohangászok itt a menüben, nem állt meg a játék meg single-be se, és ez látszik is, mert ott animál a karakter folyamatosan. Jó, hát addig nézegetünk itt a dolgokban, míg a végén megmakkanunk. Jó, egy kattintása, most már itt vannak a dolgok. Mit akarunk csinálni? Upgrade Station. Oké, ágyat szeretnék. Nem tudunk? Csináljunk egy ilyet címszóval. De hallod? Ne zombulj már meg. Csináljunk ide valami értelmeset. Wooden Foundation. Large Wooden Tiles. Oké. Jó. Egy. De mellé nem tudom berakni mellé. Nincs elég fám, azt mondja. Oké. Okay. Rohangászunk, gyorsan szerezünk meg fát. Ilyenekben van a fa, ilyenekben van a fa. Plusz 5 wooden, plusz 5 wooden. Gomba, ha a gombát megeszem, akkor az nekem amúgy jó lesz. Hardy drivers consumes meal from fungs, really poor and food, only empires restore 1 HP. Hát az nem fog sokat helyreállítani, míg ez meg valamennyi HP-t helyreállít. Köszi, nem szeretném még elhasználni. Jó, megzabálunk 2 gombát. Tényleg egyesével nyomatja a HP-t vissza, hallod? Többet sebeznek az enemik, mint amennyit visszatöltünk. Jaj, nagyon gyorsan csinálnunk kell valami fegyvert. Tehát, mint fegyverünk van, bavics, gomba, hallod, nem tudunk majd annyi gombát tartani magunknál, hogy visszatileljünk. 100%-ra, úgyhogy nagyon gyorsan kell egy parta, egy csákány. Mert itt viszont kézzel nem ütlegelünk, ahogy látom. Ilyen téren nem rossz, meg nem blokkokból áll, szóval van egy grafikánk is. Minecraftból is valami hasonlót terveztem, hogy összelegózzok majd, mert volt terve, hogy elkezdünk Minecraftozni a csatornán, és életemben először esetleg idővel majd végigvisszük a játékot, mert még sose vittem ki a Minecraftot. Kisöcsémmel sokat játszottunk. Erre vissza, megcsapkodlak. Jön az éjszaka, az már vagánykodik. Lehet ezeket stackkel? Nem lehet stackkelni, akkor ide jössz külön. Na, örülj magadnak. Jó, gyorsuljunk körbe, még fa kell. Lassan potion meg kell lenni. Hol vagy? Ott vagy. Pusztuljál. Nem tudom, hogy van értelme a balrokat, azaz a vaddisznóknak gyűjtögetni. Jó, hogy jutok át oda? Tette fel a kérdést a törpés, leugrott a csomóba. Így jutok át oda. Ügyesen leraktam azt a cuccot, de elvégben mi azt látjuk.
ott is van. Már is nem vagyunk annyira elveszve. Jó. Field Hammer. A méne. És akkor ide akarok még egyet rakni melléd. Mink nincs, van elég. Jó, akkor nem ilyet akarok rakni. Wooden Tile egyszer egy, kétszer kettő, kétszer kettő. Nem ilyet akarok akkor körbe rakni rajtad. Na. De már rá kell érelni erre még, hogy jó legyen. Oda. Oda. Ennyibe kerül, 8-ba van még elég, jó, közben már az órunkig nem látunk. Ide, oda, oda, és ezt meg ide akarom, nincs, téged meg még ide. Alapépületnek egy 3x3-as terület szerintem keltésnek baromi jó, ott jön fel a nap újra, most ennyi volt az éjszaka, vagy még csak most megy le, és vagy több nap van, ezáltal nagyon éjszaka sose lesz, jó? Van már ilyen, a feladat, csináljunk egy ilyet. Nem mondod, hogy téged csak úgy lerakodlak, na várj, mi a küldi interakció. Te beginni. A 12 kell belőle. Ó, hogy rosszat csináltam! De ilyen kell neki. Jó, nem baj. Egy. Kettő. Három. Négy. Legalább jót csinálok. Welcome. Igen, négy. Dig deep and hold. Na. Négy. Így. El is vesztettem a számolást, mennyinél jártunk. Rakjuk le ide is belőle, akkor... Ide... Hogy ezt nem lehet egymás mellé rakni normálisan szinte, az is biztos. Ennyinél állunk. 9, meg kell 3. Nem tudom, mire lesznek ezek jók. El is használtuk rá a fánkat, de tényleg. Jó, hát ez az én figyelmetlenségem átka, hogy nem helyet raktuk le első, nem ebből is ki lehetett volna hozni valamit. Még ha nem is ilyen szépen meg jó, vagy erre nem tudok pakolni. Azt tudom még elképzelni, neked mi kell 25 fa, meg 25 kő. Kőből van elég, fából viszont nincsen. Tehát lett ilyen szép munk, akkor most van 9 fánk. 14. 19. 24. készülünk, mert támad a semmi, aztán nézünk ki a fejünkből. Mondom, itt az érceket ki kell bányázni, vagy fene tudja, mi lesz velük. Oké. Okay. Na, még egy ugrás. Így.
akkor téged meg akarlak építeni. Na, és legalább megtudlak. Jó, ez egy kezdetleges mindenes asztalnak tűnik. És akkor görgővel lehet forgatni. Jó. Téged akkor oda szeretnélek rakni. Mi? Upgrade-elni lehet rajta dolgokat. Azért hívják Upgrade Station-nek. Mi meglepő. Akkor te megvagy. Adjál pénzt. Adott pénzt. Tehát nagyon jó lett. 250 aranyunk. Itt vagyunk a semmi közepén, de már pénzünk van. Nice. Hát éljen a civilizáció 2024. Ah, és akkor az altól itt ki tudjuk választani, hogy mit csináljunk csak egér módban. Ja. Vigyünk meg egy ilyet, és nem lehet fullani az életünk. Jól gondoltam, hogy csak 50%-at fog feltölteni. Jó, complete. Következő. Time to acquire woodcraft and use on your journey. Kapunk egy navigátor level 1-t. És money-t. És accurate items, cut down trees. Azaz vágjunk fát, és legyen 100 fák, akkor kell nekünk egy... Farewell, my friend! Egy... Ilyen. És akkor itt... Stone falling axe, 10 fa. És 10 kő. Nincs 10 fánk. Szóval marad a kereskutat, de itt is volt az első fa, és jó, nagyon ugrunk törpök létére, vagy mégse elég nagyot. És itt már nem tudunk föllépni ezen a lépcső kezdeményezésen, aki ezt megcsinom. Szóval itt az Upgrade Station-be tudunk craftolni, relatív egy crafting table, ha jobban tetszik. És akkor egy ilyet legyártuk. Már hisztélik, hogy nincs elég materiál, ami nem igaz, mert van. Ott is van a daxunk, amit kirakunk a hetesre. Na és itt lehet váltogatni a módok között, hogy 2-es szint, 3-as szint, mit fog majd tudni. Akkor téged akarlak assignolni oda. Copy hover building. Nem. Jó, és hogy tudlak áthelyezni oda? Nem tudom, vagy mire kell behelyezni? Hetes, úgy, aha, jó. Na most a többinek nem tudom, van-e értelme nálunk. Erről nincs offhandünk. Jó. Hetes. Amondó vagyok, menjünk, vágjunk át. Itt az első fa. Te leszel az First Blood. Ű, de kemények vagyunk. Jó. És akkor ez volt That's It animáció. Kaptunk belőle 8 fát. Jó. És akkor most komolyan nekem ilyen... Ezt csak így begyűjtöttük, jó. Earthshard földdarabot. A lebegő dolgokkal is foglalkozunk, mint mondtam, egyébként még pre-pre-pre-pre alfa, nem győzve kifejezni. Az már van valamennyi működő mechanika benne, de ebből ilyen egyesével jött a fa, jó, és akkor ez széthullik ilyen nagy darabokra. Külső kameragomb nincs, nem árt menteni, autószén már volt. Nem érjük fölül, kap egy új izét. First that thing. Timmel mentünk egyet. Szóval controls. Olyan kérdésem van, hogy külső nézetünk van, mert van shift meg rész, mozgás, interakció, túlmód, kurzor, inventory, king quest külön jével, akkor ez bejön. Szerintem nincs.
Igen. Elérjük a questjével. És akkor tényleg fát kell vágni. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Valami 5-öt ad, valami 4-et. De legalább nem egyesével haladunk, és egész gyorsan megyünk. De remélem kap... Nem, ez egy axe akar lenni, jó, bár partácska. Épp ezen gondolkoztam, hogy remélem kapát gyártottam, és avval csapkodom most a fát. A Minecraft ilyentén nem poén, mert ott majdnem mindennel ütlegelhet. Szóval van a kezedben egy darab bot, avval is szétverheted a fát. Még hogyha lassan is haladsz vele, akkor is. Jó, még nem kell már visszarohangászni, csak úgy, és már 92 wood tumornál tartunk, azért az szépen gyűlik, kérem szépen. Szóval, na. 92, 98, egy 6 darab, és simán bekollekteljük ott a 100, és külön már 3, az 103, és meg is lett, kérem szépen. Komplett a King Quest Board. Aha, akkor vissza kell menni ilyenkor a táblához, és leadni a küldit. Arttal kiváltunk módba, és akkor tudunk itt lejjebb körgetni. Ha csinálunk ezt be diget, pikexet, akkor ki kell bányászni 20 tenet. Az eredményünk 100. Szóval vannak ilyen kis összefüggő dolgok, hogy egyszerre többet is meg tudsz csinálni. Már itt volt valami herbs, úgy ad csak ide. Iron ore. Ebben mindent is felveszünk, amit csak lehet. Kérdés, hogy hol fogunk tudni bányászni például szenet? Most tök jó, hogy van 100. Így, nagyon át. Parkűröztünk ide, de nem szeretek parkűrözni, mondom ezt úgy, hogy a Chain It Together-t meg gond nélkül végigvittem, idézőjelbe téve gond nélkül. Szóval... Ikex. Jó, hát arra van elég alapanyagunk, hogy craft. Ott látjuk, mennyink van az első szám, és utána mennyi kell hozzá. Oké. Okay. Külön tudunk csinálni Beard Hammert. Elég sok minden kell hozzá. Különböző gemek. Meg ingotok. Mint rúd. Puhakő. Navigátor level 1-jel is kell majd tudsz. Oké. Okay. Jó, hát nem fogunk unatkozni, ha mondom, hogy jöttem ehhez be ide a 7-esbe. Tudunk ládát gyártani? Ja, azt nem itt kéne, hanem... Hú, nem. Ide build. Upgrade station, Kingwell board, research station, King's market. Iron ore, machines, valuable forest. Fortress, bocsánat. Nyilván azok kellenek hozzá, ez maga az erődítedménynek a megépítése, jaj, de nem. Nem tetszik nekem, autosaving-el a játék közben. Cooking card room. Kell hozzám egy ingot. Meg or. Interior dacit, ágy, csak fa kell hozzá, jó? Hát akkor mit szólnál, bástya, itt aludnál ez a sok minden mellett. Oké, okay. Set spawn point E. Meg is van, és ennyi, szóval csak spawn point lehet, nem tudunk itt alukálni azonnal, és tetszik láda, ami nekem kéne, úgyhogy az ide, amennyire lehet, úgy, sőt, gyártsunk be kettőt is, interaktálunk veled, és akkor Shift kattintással át is hajtjuk, amire nincs most szükségünk. Hogy
Ezek maradhatnak majd elfér az equipmentbe. Érdekes az az inventory rendszer, szóval ilyet már láttam a máshol. Játékfejlesztésnél. Na, lehet stackelni őket egy időszinten. Nagyon csecse. Jó, és akkor most a feladatunk. Bányászni. Ő de szép. Softstone-t kapunk ebből. Lett belőle egy ilyen. Na és akkor azt mondta, hogy ebben még lefelé is tudunk menni. Nagyon csecse. És akkor nekünk papíron most kéne 20 coal ore. Az a szén. Kérdés, hol találunk szenet és mi akar? Ez például iron. Elvileg a fegyverünk, ahogy nézem, nem sérül. De ki tudunk bányászni valamennyi ort. Közben visszük le a Dedder életerőt. Azt hittem, 1000 darabot tudunk kibányászni, de ahogy látom, nem. És akkor depleted lett, még 30 a végén, és ha depleted, akkor nem ad többet. Ebből lett 68. Igen, a softstone mellette össze tudjuk bányászgatni. Nem így lett. Kérdés, hogy ez majd újra nő-e. De csak. Jó, rácsaptam egyet a gombára, és eltűnt a fél föld. Jó. Mert te mi vagy itt? Biztos be akartam menni ide ugrani? Igen. Csinálunk magunknak utat felfele. Jó. Ez iron volt? Kár érte. Jó. Így. Te goblin, sicu van. Pusztulj! Meghalt. Mi is majdnem, de ő húzta a rövidebbet, és van nála coal ore, meg coin. Haha! Én csak itt békésen beesünk ide a francba, megpróbálunk kijönni, azt megtámadnak. Milyen krumplik már ezek te? Oké. Okay. Iron ore. Jó, azt nem mondta, hogy azon álltunk. Állunk magunknak helyet kifele. Tik a koponya. Csak olyan volt, mint a koponya, de az még mindig iron ore, nekem nem ez kell. Hanem coal ore. Azt nem mondta, hogy lejjebb van a coal ore, mert ez itt iron. Itt fenn nem lesz. Softstone-ból gyűjtünk. Mennyi gombánk van? 13, már sok HP-t nem fogunk bele fölgyűjteni a listán. Na, te mi vagy? Remmi. Te csak softstone vagy. Fogunk halni. Ő is meghalt. Cool. És nem vesztettünk el semmit. Király. Oké. Okay. Gyere csak ide. Ó, vagy. Itt voltunk bent. Ő meg valahol itt. Itt. Aha.
bébibe, én tudtam respawnolni, te nem, ork koponyát kapott. Volt nálam meg egy kis money. Mire lesz jó vajon a money? Gondolom a piacon fogjuk tudni el csereperélni. Yep. 8-as. Ezt csak simán begyűjtjük. Az nem hatódott meg ettől. A ruby ore. Ezt is csak simán begyűjtjük. A barna gomba nem csinál semmit. Most már 3D-be mászkálunk. Jó. Ott rohangászik a pogácsa fejű. Remélem nem tud. Dehogy nem tud feljönni, hát takarodja innen. Jó, core damage nincs. Roham! Egy halt, hol a másik? Ketten voltak, ott van fönn. Nem tudom ledobni innen. Nem. Ha nincs valami jó pathfinding dotok, a shift kattintással ugye el tudom tőle venni, ami nála van. Tehát hogy jöttél akkor rövid ide föl hozzám, ha... Na jó, pusztuljál. Ott van fönn. Hallak ám, nem basszol ki. Kapott halsz. Ahogy kidodzsoltalak, pukkadjál meg. Van nála már minden. Van földi jó is. Cipó is van. Ezt a zenét szerintem ki fogom kapni innen. 3 darab szád lehet nálam stackelve, és 10 HP-t tölt vissza. Ez 50-et. Oké. Ebből meg főzhetünk potiont. Kérdés, mennyi kell belőle? El is valami potionre való, hogy restoroljuk a HP-nkat. Azért lehet ezeket csak úgy gyűjtögetni mindenféle nélkül. Jó, hát valószínűleg itt egy nagyobb... fölfejlődés után egy kicsit jobban lehetne haladni már. Érdekes ez a bázis rész itt. Á, itt is van egy nagyon csá, lassú vagy és dagadt. Ez meg a kicsi goblin. Á, de lezúztuk mind a kettőt. Sok életünk nem maradt, azt aláírom. De gyűjtünk egy csomó mindent. Hát te mi vagy? Silveringot. Hát mit keresett az nála? Hát mindjárt belelöktek a tűzbe, még ha nincs is olyan itt. Ja, Orc Camp Tent. Oké, ez egy orcnak a sátor tetője. Nem tudom lezúzni. Partával? Dehogy nem. Oké. Az egész bázist eltüntetjük itt. Mi az, hogy 100-as érték? De? Campwall, az te vagy. Jó, direkt nem restorolok HP-t, mert ha mázlink van... Van nálam pénz, akkor miért a valót nulla? Akartam volna mondani, hogy a zenét ki fogom lőni, mert ismétlődő, erre bejött egy ilyen kis country-szerűség, de... Az sem mond sokat. Campfire-t is lezúzzuk. Sötét lesz? Biztos. Sötét lett. Jó, egyelőre ez csak first view. De hogy nem sérülsz, oké. Meghaltunk, jó nagyot haltunk, de ez mi törpök vagyunk, oké. Jó, és úgy látom nem vesztünk semmit, vagy csak nem veszem észre, ha vesztünk valamit. Benne tudja, minden esetre ide a valútba akkor ezekből beszórok, mert nem szeretném elhagyni őket.
Egy moment. Oké. Okay. És szerintem First View-nak így első felvételnek szerintem eddig jó lesz. És akkor folytatni fogjuk ezt majd valamikor. Most így betekintésnek kicsit mélyebb a játék, mint gondoltam. Mint mondtam, sokat nem láttam belőle. De ott van pipaj completed, de itt nincsen pipaj completed. Ja, mert nincsen nálam a... És hát téged innen kiszedünk. Téged. Nincs. Igen, az így mutatja nyillal, hogy merre fele van, amit keresünk. És nincs meg a 100 fa, csak úgy zárójelben megjegyzem. Tehát, mire van nekünk a baltecskánk? Csat, már megvan a 100, mert 99 volt amúgy. De begyűjtjük ezt itt. 110 fánk van. Oké. Körnölé. Igen, és menjünk oda ahhoz. Te mit csinálsz itt? Hülye vagy? Ha nem sebeztél sokat rajtam, sokkal többet sebzel. Na de három kólort kaptunk, érte? Az már előnk. Hogy tudjuk lekomplítelni. Jó, meglett a navigátor. Hallod, nem tudom a tutoriát elolvasni, mert többet támadnak. Hol vagy? Hallak, de hol vagy? Már bocsánat. Ne normálatlankodjál itt nekem. Na, megmappant. Szóval ők is tudnak támadni, csak úgy full random. Most meg lett csapkodva ez itt. Kíváncsi vagyok, ez magától helyreáll-e. Hogy lehet, hogy egy kicsit át kéne majd építeni a bázis részt. De mentünk most egyet minden esetre. First cutting tree-t lenyomjuk. És lehet, hogy a végén elbontunk innen mindent a francba, és átköltözünk máshova. Nyilván az, hogy most van ágyunk, így ez most viszonylag jó. Úgyhogy ez maga a kis játék. Szerintem jó pofa, aranyos, az eleje. Kicsit hülyén állok hozzá, mert nem tudom mire számoltam, mire számítottam, és nem... Mint mondtam, mindig más nézni egy játékot, és más játszani. Úgyhogy nyugodtan próbáljátok itt ti is. Gépigénye nem nagy. Az, hogy nekem a 3050 a laptopban semmire nem elég, az egy elfogadható tény, most ennyit tud komolyan. Úgyhogy a Prealpha 00041PG, amin most van, folyamatosan frissítik, fejlesztik a játékot, szóval ez sokat számít benne. Ami miatt tudom is javasolni, hogy azért bátran. Érték is, hogy majd a játék egyszer csak megjelenik, de ugyebár itt most még mindig egy demóba vagyunk. Nem tudom, hogy a demó mennyi update-et kap a Csimához képest. Elvileg a release sem jelent meg. De maga az egész jó pofa. Ha valaki szereti a Minecraftot, én annyira nem, illetve szereti a bányászós játékokat, meg az arcot a építkeléssel, meg egy új világ szemszögből akar felfedezni mindent, hát akkor ilyen nagy monumentális épületeket is, mint itt a demo képen van, lehet építeni. Szóval tényleg semmi nem szab határt, Minecraftban se csinálsz más, mint mész, menekülsz a mobok elő, kilkolod őket, véded magad, és bányászol, fát vágsz, építkezel. Szóval
kreatív módnak hívják ott azt, ami itt is volt az, hogy kiválasztható, hogy mindened meglegyen, adott. Úgyhogy ez ennyi lenne, remélem tetszett, igen, akkor találkozok legközelebb, és addig is, sziasztok!